Idén is megrendezésre került a Pollák Expo Pécset, amely a régió legnagyobb szakmai rendezvénye. Az előző évekhez hasonlóan idén is több ezer látogatót és több száz kiállítót vonzott a rendezvény. Az Expót két társrendezvény is kísérte, melyek témája az energia és az egészségügy kapcsolata, a tudatos életvitel és az új energiaforrások használata. A Pollák Mihály műszaki és informatikai kar dékánját, dr. Bakman Bálintot kérdeztük a rendezvény létjogosultságáról. Most már hatodik alkalommal rendezzük a Pollák Expót itt a Pécsi Expo Centerben. Volt már olyan év, amikor több kiállító volt, azaz arra is számolunk, hogy a hirtelen beköszöntött tavasz miatt sok látogatónk lesz, viszont én úgy gondolom, hogy a kiállítást kísérő szakmai rendezvények, konferenciák, ez évben két nemzetközi konferencia, és azok a témák, az energiahatékonyság, a környezettudatosság, amik homlokterében állnak az idei Pollák Expónak, a nagy közönség számára is attraktívá teszik ezt az alapvetően szakmai rendezvényt. A szakma iránt érdeklődő fiatalabb korosztályt a pollákos mérnök hallgatók állították kihívások elé. Az idei Pollák Expón középiskolások számára szerveztünk egy robottechnikai programozó versenyt, amit Barany Open-nek neveztünk el. Van egy pálya, melyen a versenyzőknek egy korongot kell végigvezetniük, és ezt itt helyszínen kapták meg a pontos feladatleírást, és itt kell megoldják időre a feladatot. A rendezvény egyik fő témája a környezettudatosság volt, így számos ez irányú kezdeményezéssel találkozhattunk. Van egy verseny, egy nemzetközi verseny, a Shell rendezi Ecomarathon néven. Ez a verseny arról szól, hogy a lehető legalacsonyabb fogyasztású autókoncepciókat kell létrehozni. Ami itt látható, ez a tavalyi autó, Lausitzban, Németországban kint volt, ott versenyeztünk vele, és nagyjából egy 500 km tud 1 liter benzinnel teljesíteni ez az autó. 25 köbcentis négy ütemű motor hajtja. Az Expóra kitelepült cégeknek remek lehetőségük nyílt arra, hogy megszólítsák az ide látogató szakembereket. Nem véletlenül több mint 100 cég van itt már évek óta, mert itt a jövő mérnök generációjával találkozhatnak, ajánlatokat tehetnek nekik állásügyben, nyári gyakorlat, szakmai gyakorlat ügyben. Azon kívül a mérnöki kamara, illetve az építészkamara tagjai nagy számban látogatják a Pollák Expót. A mérnöki technológiák fejlődése szabaddá teszi az emberiséget az unalmas és monoton munkák alól. Javítja életünk minőségét, megóvja földünk egészségét. A Pollák Expo 2012-ben újra lehetőséget adott arra, hogy szakembereink találkozhassanak és tovább növeljék ismereteiket.